Szokásos esti program, véralvadás gátló injekció beadása. Sosem lesz a kedvencem, de azért simán kibírható. Szóval semmi nagy extra nincs benne, az hála jó égnek. Viszont lányok, egy tanács, vagy egy észrevétel, talán ez a legjobb szó rá, tapasztalat. Egyébként milyen jó kis képernyő ömbögyócskám van itt, ez egy érdekes optikai csalódás. Szóval, ha úgy adódik, hogy a műtét utánra várjátok a menzeszeteket, és véralvadás injekciót kaptok, akkor Niagarát várhattok. Úgyhogy ezzel kínlódom most én magam is. Úgy tűnik, hogy ennek azért van egy ilyen járulékos hatása, talán ez a legjobb szó rá, de nem mellékhatás ez. Ugye vérhigító az injekció. Tehát nem engedi, hogy összetapadjanak a vérlemezkék. Kicsit nagyobb lesz a vérzési hajlam, hajlandóság. Na hát ez a menzeszkor mondjuk annyira nem előnyös. Úgyhogy soha nem szoktam így járni, hogy ilyen mennyiségben kelljen tampont használnom. És azért ugye most a kompressziós nadrág használata mellett menzeszelni, hát nem egy kényelmes dolog. Úgyhogy amennyiben jó előre be tudjátok tervezni a műtétet, és van lehetőségetek a ciklusoknak, a ciklusotoknak a óvatos eltolására, akkor azzal jártok legjobban, hogyha a műtét előtt közvetlenül van menzeszetek, és akkor a műtét napjára már nincs, és úgy vágtok bele a műtétbe, vagy egy héttel hamarabb ér véget. A lényeg az, hogy ugye 10 napot kell a műtét után véralvadás gátlóinjekciót használni, és annak azért nagyjából, ahogy befejezi az ember, meg is szűnik a hatása, tehát azért kell 24 óránként szurkálni. Ez nem egy tartós, fennmaradó dolog. Nem néztem utána, de talán még maximum egy-két napig lehet valamiféle hatás, aztán az elmúlik. Úgyhogy utána már megint pár nappal később megjöhet. Gond nélkül, mármint a gond nélkül alatt értsük azt, hogy nem szokatlanul erős vérzéssel. De ha pont a műtét után fog megjönni, akkor azért erre számítsatok, készüljetek. Egyébként nem biztos, hogy mindenki így reagál rá. Én minden esetre most így jártam, úgyhogy gondoltam, ez talán fontos lehet azoknak, akik jó előre készülnek. Egyébként 5. naposan ilyen az arcom. Most éppen aszimmetrikus, ez a fele jobban meg van duzzadva, mint ez. Puhul föl. Tehát az a kemény rész, amit tegnap is még éreztem, az egyre puhább, egyre kevésbé nyomásérzékeny, továbbra se fáj, természetesen, hiszen az elejétől se fájt. Úgyhogy alakul szépen a dolog. Van egy váratlan mellékhatás. Én nagyon bírnám, hogyha így maradna, de nem tudom, hogy ez most szándékos-e, vagy csak a duzzanat miatt van, tehát hogy ödémás még az arcom, de eltűntek a szem alatti ráncaim. Tök jó! Erről nem beszéltünk. De ha ez így marad tartósan, hát én nagyon boldog leszek. Aztán, ha nem marad így, mert hogy csak esetleg az ödéma miatt van, akkor ez van. De majd később is majd mutatom, majd beszélek róla. És beveszem az utolsó szem antibiotikumomat. Ezzel ünnepélyesen az antibiotikum profilaxis véget ért. Ugye ez azért nagyon fontos, mert mégiscsak bemeneti nyílások voltak, testbehatoló invazív beavatkozása, zsírleszívás. A különböző eszközök bár teljesen sterilek, meg egyszer használatosak, de mégis rejthetnek veszélyt magukban, hogy valamiféle baktérium bejut esetleg a test belsejébe, a testüregbe. És ennek az elkerülése érdekében fontos az antibiotikum szedése. Érdemes kiegészíteni ilyenkor egy kis probiotikum kúrával,
De akkor meg nagyon figyeljen oda az ember arra, hogy reggel antibiotikum, délben probiotikum, este antibiotikum. Tehát, hogy teljen el minél több idő a gyógyszer, a táplálék kiegészítő és a gyógyszer között, hiszen az antibiotikum a hasznos baktériumokat is megöli. Tehát, ha egyszerre vennénk be az antibiotikummal a probiotikumot is, akkor adunk annak egy pofont, tehát, hogy teljesen feleslegesen költenénk ebben az esetben a pénzt, meg kell várni, amíg már nem aktívkodik a gyomorban, és akkor rá lehet küldeni a probiotikumot, ami segít egyensúlyban tartani a bélflórát. Egyébként, ha már a bélflóráról beszélünk, fel vagyok puffadva, és ennél is sokkal zavaróbb, hogy brutálisan felvizesedtem. Tehát az előző két műtétnél ilyen nem volt, most olyan oszloplábaim vannak bokánál, hogy ihaj. Menzeszem is van, ez is megcsinálta a magáét, meg az altatószernek is lehet egy ilyen hatása, ki fog menni. Tehát 2-3 nap múlva ez szépen ki fog ürülni belőlem. Vízhajtózni sem merek, mert hogy nem tudom, hogy milyen hatással lenne a zsírbeültetésre, zsírszívásra, zsírbeültetésre, úgyhogy rábízom a szervezetemre a munkát, sokat iszom, 2,5-3 liter cukormentes, kalóriamentes folyadékot, igyekszem picit sétálgatni, mozogni, kompressziós cucc rajtam van, ennyit tudok most tenni, aztán türelemmel várom, előbb-utóbb távozni fog belőlem ez a sok felesleges dolog.